abban biztosan megegyezhetünk, hogy Kassa Tamás egy jelenség. Annyira lelkes vagyok, bármikor részt veszek egy Kassa napon, tehát én 2012-ben ismerkedtem meg Kassa Tamással, én Erdélyből származom, és amikor be volt harangozva, hogy ő jön és tart egy tréninget, vagy tart egy képzést, akkor én képes voltam egy másik városból elutazni és részt venni ezeken a képzéseken is, és mindig rengeteget tudtam tanulni tőle. Én azért járok Kassa napra, és azért szívom magamba azt a tudást, amit mi Tamástól kapunk, mert én életmód és táplálkozási tanácsadó vagyok, rengeteg emberrel vagyok körülvéve, közel 100 000-es követői bázison van, és biza nem árt tudni, hogy milyen emberekkel van dolgom. És ez a mai Kassa nap is az emberismeretről, ez valami fantasztikus. Nagyon imádom azt, hogy a Tamásnak nagyon életszagú és gyakorlatias példái vannak. Tehát nem csak ezt a száraz elméletet nyomja, hanem mindig, amikor eljövök egy Kassa napra, akkor azt érzem, hogy tényleg praktikus tanácsokat és tudást kapok az élethez. Kézzelfogható tudást, amit hogyha elkezdek alkalmazni az életemben, az teljes mértékben működik. Ami kimondottan tetszik a Kassa napokon, brutál laza a hangulat. Az emberek nagyon hangosan tapsolnak, újonganak, mindenki nagyon lelkes, és nagyon sokoldalú az egész rendezvény. Tehát rengeteg meghívót van, nagyon sok embert hallhatunk a színpadról, az embereknek halljuk, ahogy az élete megváltozik, ahogy A-ból B-be eljutott, ahogy sikeres lett, ahogy megvalósította magát, és én ezért jövök a Kassa napokra, mert én imádom ezt a tudást, amit Tamástól kapunk, és én nagyon-nagyon-nagyon tudok inspirálódni, és úgy érzem mindig egy-egy ilyen nap után, hogy most megint kaptam egy töltetet, és most megint fogok valamit változtatni az életemen, és dobott egy nagyot, úgyhogy én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy járjunk Kassa napra, és szervezze úgy az életét, hogy ezeken a rendezvényeken részt tudjon venni.